Augusztus elején kezdték el a felkészülést a juniorok Lekli József irányításával, akinek gyakorlatilag új csapatot kell építenie, mivel a tavalyi keretből mindössze 3-an maradtak a korosztályban. A heti 5 csapatedzés mellett kis csoportos egyéni képzésen is részt vesznek a fiatalok. A nyíregyházi juniorok 2017-ben aranyéremmel, 2018-ban pedig bronzéremmel zárták a bajnokságot, az akkori játékosok közül többen már a felnőtt csapatban szerepelnek. A jelenlegi együttessel szemben szerényebbek az elvárások. Mostani társaságtól ugye az elvárás az erős lenne, hogy bajnokságot nyerjenek. Az egy nagyon kiemelkedő és jó generáció volt, aki ezeket az eredményeket elérte. Én úgy gondolom, hogy ebbe a társaságba, még ha idén nem is, de nagyon szeretnénk ugye már most bekerülni a legjobbak közé a kiemelt bajnokságba. Ez lenne a célunk, és a következő évre pedig már szeretnénk azért vagy egy B, vagy egy 8-as döntőt játszani. Mint az edző elmondta, nem sok információval rendelkeznek a hétvégi ellenfelekről. Teljesen kicserélődött egy-két csapat, illetve tavaly nagyon sokan a regionálisban játszottak, mint mi is, és onnan felvételeket ebbe a korosztályban nem nagyon lehet látni és használni. Úgyhogy meg ebbe a korosztályban nem is nagyon kell szerintem az ellenfélből készülni. Itt a saját magunk játékát kell jól játszani, és mindent beleadni a mérkőzésen, és a lehető legjobb eredményt elérni. A nyíregyházi csapat szombaton Budapesten a BKG Prima Akadémia és az Újpest Megyeri Tigrisek, vasárnap pedig a Győri KC ellen lép pályára. A tornagyőztes együttes felkerül az országos főtáblára.